Tudjátok, hogy szeptember 21-én milyen nap van? Na. A hálaadás napja. Ezt írja, nemzetközi hálaadás napja. Ennek is van napja. És nagy kérdés az, hogy tudok-e én hálát adni? Elévettem egy jó nagy kartont fent az irodába, és körbeadtam a kolléganőknek, hogy mindenki írja le, hogy miért hálás. Általában mindig számba veszi, hogy mi nem tetszik, de miért vagyok én hálás? És be is fogom vinni a vacsorához az ebédlőbe, és meg foglak kérni ti is egy mondatot. És egy szót írjatok, hogy miért vagytok hálások? Hát én is írtam erre, azzal kezdtem, hogy én felírtam, hogy én hálás vagyok azért, hogy Isten megszólított engem. Mert nem csak Mátét szólítgassa meg a Jóisten, hanem titeket is, mindannyiunkat, engem is megszólított. Csaba fiam, gyere, láttam népem nyomorát, és gyere, segítsünk az embereken. Hogy 89 vagy 83-ba, 2-be én akkor még a bányába dolgoztam. Olyan kicsinek éreztem magamat, a problémákat olyan nagynak. És kicsit csodálkozok, de mertem igen mondani a Jóistennek. Mindenkit megszólít az Isten. Téged is. Igen, én hálát adok a Jóistennek azért, mert hát sokszor megszólított. Biztos sokszor volt, amikor nem hallgattam rá, vagy nem úgy hallgattam, hogy kellett volna, de azért örvendek, hogy nem mondta azt az Úr soha, hogy ebből nekem elegem van, ebből a Csaba testvérből. Ma is. Újból és újból, úgy érzem, megszólít. És tudjátok, ez olyan érdekes, hogy az egész világon mindenütt szólít meg valakit. Most a napokban olvastam egy Károlyról, képzeljétek el, 12 éves volt, Szudánban, Dél-Szudánban élt, ott polgárháborúban, és betörtek az iskolába, és elrabolták őket, fiúkat. És mindenkinek adtak a kezébe egy puskát, és azt mondták, most jön az igazi iskola. Megtanultunk, hogy tudod túlélni az erdőbe az ellenséggel való harcot. Azt mondták, ez a puska a te Istened, megvéd téged. És képzeljétek el, hogy ez a 12 éves fiú katona lett, gyerek katona. Afrikában rengeteg ilyen van. És nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, tehát nagyon-nagyon komolyan kellene vegyük ezt az életet. És ez a fiú megtanult lőni, ölni, háborúzni. Szóval 2-3 év után megszökött onnan, amikor volt lehetősége. És elkezdett iskolába járni, pedig akkor már nagyocska volt. Aztán mondta, hogy ő pap akar lenni. Végül kijutott Rómába, és ott végezte el a teológiát, doktorát. És akkor mindennel kész volt, akkor mondta, hogy szeretne visszamenni az ő népéhez, Szudánba. És visszament, és ott szolgálja az Istent. Színes bőrű, egyszerű ember. Igen. Isten megszólít. Nagy kérdés az, hogy ti próbáltok-e odafigyelni, hogy vajon Isten mit kér tőled? A második dolog, amit írtam, hogy hálás vagyok, mert hát sok gyerekem és kollégám van, mert hát valaki megszólított. Nem csak az Isten szólít meg, hanem én emlékszem.
a Mónikának, Sanyikának, az apukájára, itt ennél a templomba itt eskedtük meg, megszólított. Itt kereszteltük meg, hogy ha majd, ha valami baj lesz velem, akkor befogad-e. Mondtam, persze, de én gondoltam, hát még fiatal ember, mi baj legyen. Aztán Isten magához szólította, meghalt, és aztán egész kicsik voltak, Mónikáig, Sanyikáig, megszólított, befogadtuk. És sorolhatnám így tovább a neveket, megszólított. És én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy az ember megszólítható. És válaszol, hogyha megszólítsák. Igen, én hálát adtam a Jóistennek azért, hogy ilyen sok gyerekem és kollégám van. Örülök annak, hogy vagytok. És emlékszek, olyan érdekes, hogy a 25 éves évforduló volt, akkor az irodába elészették a régi névsorokat, hogy néztük, hogy ez kicsoda vajon, hol van, mit csinál, nem tudom, egy csomó fényképet nézegettünk, minden. És kérdeztem, hogy van-e olyan gyerek, aki már kirepült, akit úgy gondolják a lányok az irodában, hogy kár volt befogadni. És olyan érdekes volt, hogy senkire nem mondták azt, hogy jó, milyen hülyék voltunk, mi ezt befogadtuk. Igen. Titeket is nem csak a Jóisten fog megszólítani, hanem esetleg az osztálytársad, a barátod. És te is kell, hogy bátor legyél, oda menj a másikhoz, és megszólítsd. Mit gondolsz te erről? Gyere, beszélgessünk, sétáljunk egyet. Megszólít. Én örvendek, hogy megszólíthatók vagyunk egymás számára. Enikő néni, Éva néni, hogy vagyunk. Ez a mi gazdagságunk, ez a mi erőnk. És harmadik szempontból úgy gondolom, hogy nem csak a Jóisten szólít meg bennünket, és nem csak mi szólítsuk meg egymást, hanem, hogy mondjam, hogy észrevesszük a problémákat. Hogy megszólít egy fa, lóg az ága, odamész és levágod, hogy szép legyen, sebét begyógyítod. Ott hányodik a szemét az úfuton, földön, szinte kiabál, hogy gyere, vegyél fel, s rakja kukába, megszólít. De az, hogy kimész és ég a villany, és megszólít, hogy húzd le, csukd be az ajtót, zárd el a csapot. Tehát a teremtett világ is szó nélkül is tud szólni. Észreveszünk, igen, hogy mi nincs rendben. Itt van ez a kóbor kutya, ide szegődött hozzánk, és szól a harang, és nagyon mindig megijed. És akkor szegény út elkezd vonítani, és akkor az ember oda megy hozzá, és kicsit megsimogatja, megnyugszik. Tehát nagyon fontos, hogy nem csak a Jóisten tudjon megszólítani téged, titeket, nem csak ti egymást tudjátok megszólítani, hanem a körülöttünk zajló események. Hogy elnyílt a virág, szárazon lógott a rózsa, tőn, és úgy érzed, hogy most oda kell menni az ollóval is, le kell vágni, fel kell ásni a földjét, hogy jövőre megint hálás legyen, és szép virágokkal megajándékozzon bennünket. Megszólít. Lecke. Kéne foglalkozni velem. Törődj velem. Tanulj meg. Érzitek az ilyent, hogy megszólít. Na ezekért vagyok hálás, hogy
hogy érzékenyek tudunk lenni, hogy meghalljuk a Jóisten egymás szavát, és a körülöttünk zajló eseményeket. És azt olyan jó dolog látni, hogy nem egyedül rajtam múlik ez az egész dolog, hisz azt a fiatal papbácsit ottan Afrikába, egyszerű törzs, és elindul valami. Biztos hallottatok, hogy Írországról, Szent Patrikról. Szent Patrik is Európába élt, a kontinensen, és ír kalózok elrabolták, elvitték. És hát ugye hosszú évekig ott raboskodott, rabszolgaként, aztán megszökött. Visszajutott Európába, megismerkedett a kereszténységgel, megkeresztelkedett, papbácsi lett, és kérte az engedélyt, hogy menjen vissza Írországba, hogy térítse azokat meg, hogy meséljen arról, hogy mennyivel jobb szeretetben, békében élni, mint ellenségeskedni. Megszólította őt az Isten, és ő visszament Írországba, és ő is megszólította az ottani embereket, templomot épített, hívta, hogy imádkozzanak, és ma Szent Patrik Írország védőszentje. Nagyon-nagyon tisztelik. Ír mindig olyan szép zöld színekkel szokták szimbolizálni, a zöld háromleveli lóhere az ő szimbóluma. Igen. Én el tudom képzelni, hogy közületek is megszólít valakit az Isten. És azt mondja, hogy milyen jó lenne, tanulnál, és visszamenné Zsírvölgyébe, Hunyadra, és egy kicsit jobbá, szebbé tennéd a világot. De ebben a szemmiségben ezért imádkozok, hogy igen, legyünk megszólíthatók, ne legyen bedugva a fülünk, ne legyen behunyva a szemünk, hanem vegyük észre, hogy mennyi mindenen keresztül szól hozzánk az Isten. Amen.